A racsai, a jagodinai és a batocsinai tiltakozó gazdák az önkormányzatok főbejáratait torlaszolták el. Újvidéken már a negyedik napja tüntető földművesek a tartományi kormány épülete előtt tiltakoznak. Tíz óra körül lezárták a Mihály Ló Pupén sugárutat a székváros központjában. Úgy tűnik, hogy előrelépés történt a tárgyalások. Remélem, most már a szakaszukhoz érkeztek, és mi végre visszatérhetünk a termőföldekre végezni a dolgunkat. Ma korrektebbek voltak velünk, mint korábban lényegesebb javaslatokat is elfogadtak, nem csak a jelentéktelenebbeket. Ha most sem sikerülne elérni a célunkat, akkor radikalizáljuk a tiltakozást. Bennünket még senki sem fogadott a városi önkormányzattól. Én ismételten arra kérem a polgármestert, hogy üljünk tárgyalóasztalhoz, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Ez nem játék, ez nem, nem játszadozunk az egészen, problémák vannak kint a határban. Ugye mindenünk kiégett, úgy a kukoricák, úgy a gabonák is rossz termésék voltak. Említem, még kapunk itt a, a vízlecsapolásokat, ami, ami én nem, szóval fizetünk olyasmit, amit nem kell, hogy fizessünk. Ez szerintem egy rablás, a termelők ki vannak zsákmányolva, problémák vannak, mik az országtól kérjük, hogy ismerjék el ezt az elementár nepogat, hogy most a természeti csapásnak az egészet, hogy valamit enyhítsenek rajta, hogy valamit törőjek az adóból. Itt az üzemanyag is, ugye tudjuk, hogy az üzemanyagnak a zára nagyon sok, nagyon magas. Mi fizessük az akcizákat az üzemanyagra, amit a kint a földekén használunk az üzemanyagokat. A szabadkai szervező azt is elmondta, hogy a tiltakozások időszakosak voltak eddig, és a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőautókat, a kisgyerekeket, valamint idős személyeket szállító gépkocsikat gond nélkül átengedték. A kormányfő kijelentette, hogy a kormány kész folytatni az étolajgyárak képviselőivel, hogy a felvásárlási ár 535 euró plusz áfa legyen, de nem ígérhet semmit. Az állam nem garantálhatja a napraforgó felvásárlási árát, de tárgyalásokat folytathat arról, hogy a kereskedelmi haszonkulcs legfeljebb 10%-os legyen. A többi követeléssel kapcsolatban Anna Brunabit elmondta, hogy ma tárgyal a mezőgazdasági minisztérium életékeseivel. Az étolaj kiviteli tilalmának a feloldása és a követelések egyike volt, amelyet már teljesítettek. Hozzátette, az állam a támogatott üzemanyaggal segítheti a termelőket, ezért is kínálta fel a hektáron kinti 22 dináról olcsóbb 60 liternyi üzemanyagot, de meg lehet, hogy a 30 dináros kedvezményt is sikerül neki